mi lesz a mai menetrend, mert a mágiát már látom, ahol elég a tér, de ezen kívül... Igen, hát a mágia ügyi minisztérium, ugye Harry Potterből már ezt ismerjük, jó voltából összeállt a mágia. A menetrend, hát először is egy farsangi felvonulással fogunk kezdeni. Remélem, hogy aki benne lesz a menetben, jól érzi magát, és ne adj Isten, ha az utcán valaki pont erre jön, még bejön ide a tűzgyújtás, az még jobb. Utána, hát természetesen a hagyományokat egy kicsit megelenevítjük, de hát azért ne felejtsük, hogy a 21. században vagyunk, tehát a hagyományok azért nagyon szépek, nagyon jók, de most is életetni kell őket, tehát ami a tavalyi esztendőben rossz volt, azt mind természetesen egyrészt tűzrehányjuk, másrészt pedig hát ugye a rabvágás hagyományát fogjuk megjeleníteni. A maskarás a rabra lesz ráolvasva minden vétek, minden bűn, és hát utána hát ugye ezt a majd a törvénykezés annak rendje módja szerint vagy felmenti, vagy elítéli. Aztán utána a jelmezverseny. Ugye a szépségkirálynő, meg szépségválasztás az mindig megszokott téma, hát most ezt megfordítjuk, mert farsankor feje tetejére állhat a világ, úgyhogy most csúfságverseny lesz. Most komolyan, ki az, aki beszáll a versenybe, hogy én vagyok a legrondább Budakeszin? Nem tudom, de hát mindennek van lehetősége. De hát ugye lehet, hogy pont ez a tükörkép, tehát hogy most én vagyok, de a belső szépség. Hát ismerjük ezt ugye, hogy nem annyira szép, de a lelke. Ugye? Na, hát mi ezt fiúk ismerjük ezt a történetet. És hát akkor a tűzgyújtás után pedig táncház. Szigony, illetve a Csángáló zenekar vesz részt a táncházba, és a menetbe pedig az Avar Horda. Hát erről csak annyit, hogy mindenki azt gondolja, az avarkori hangulat. Hát nem, igazából a próbák a szék Avar utcába Budakeszin folynak, de hát ezért avar. Egyetlen egy kérdés még. Tavaly is mágiára hánytuk a rossz dolgokat. Jobb volt az elmúlt év, mint a tavaly előtti? Tehát van létjogosultsága ennek a tradíciónak? Szerintem van. Ugye egy közmondás szerint a múlt és a jövő szép, a jelen nehéz. Tehát örömmel gondolunk vissza a retróra, pedig amikor up to date volt, mennyit szenvedtünk alatta, idézőjelben, vagy hát akkor azt kellett megélni. Szerintem idézném a bizottság zenekar Vahorn Andrásék szövegét, hogy az a szép az elmúlásból, hogy elmúlik. Tehát, úgyhogy szerintem a rosszat azért azt a helyére kell tenni. Lehet, hogy a rossz is csak azért van, hogy tanuljunk belőle. Árulj el, polgármester asszony, hogy minek öltözött ezen a farsangon. Hát az öltözéke az rendben van, de a fején nem mindig ilyet szoktunk látni. Ez budakeszi kék színű ez a dolog. Hát mi is csak a bolcsák kedvéért vettük fel ezt természetesen, mert most tartjuk ki Budakeszin a farsang farka, most már hagyományosnak mondható rendezvényünket. Nagyon sokféle finom fánkot sütnek itt a helyi asszonyok, úgyhogy bízunk benne, hogy aki ide látogat, aznak is ízleni fog, és hát lesz felvonulás, meg mindenféle bohockodás, és hát várjuk a tavaszt. Mi a jó a farsangban? Én tudom, hogy mi a jó, de mi a lényege önnek személy szerint? Farsang az természetesen egy hagyományos időszak, ezzel a nappal véget ér, és hát a jövő héten most már ilyen bálokra nem kerülhet sor az egyházi szabályok szerint, és a település szempontjából feltétlenül fontos megemlíteni, hogy egy olyan lehetőség ezek a hétvégék, akár az egyesületi bálok, vagy az iskolai bálok, vagy az önkormányzati bálok, ahol tudnak a lakosok találkozni egymással, beszélgetnek, és sok olyan kellemes pillanatot el tudnak tölteni együtt, amire enélkül nem lenne lehetőség. Ilyen alkalom ez a mai délután is. Aztán jön a hosszú bőti időszak. Gondolom, hogy azért városvezetőként, politikusként ez annyira nem lesz bőtös. Hát munka szempontjából semmiképpen, úgy nagyon sok új feladat várható. Pontosan ennek a területnek a megújításával kapcsolatosan is be fog fejeződni az ötletpályázat, lesz lakossági fórum is, úgyhogy nem pihenünk. De a következő farsankor még nem az új épület fog itt állni, bár az lenne az igazi. Az lenne az igazi, de ha reálisan számoljuk a dolgokat, az kivitelezhetetlen, de hát bízunk benne, hogy 2-3 év múlva már valóban egy megújult, igazán szép területen ünnepelhetünk. Mondjuk én újságírónak öltözök, akkor ez a mikrofon elég jelmeznek, vagy kell valami más is, mondjuk egy operatőr? Nem férsz bele a korosztályba, de az operatőrrel már így jó, megoldjuk. Iskolásoknak szól, tehát óvisoknak, alsósoknak és középsősöknek, tehát gyerekeknek. Látom, már van azért néhány jelentkező, azt meg kell mondani ilyenkor, hogy látom busó, mik vannak még?
meg kell mondani, hogy milyen jelmezt vesznek föl. Van leányka, királylány, micimackó, nagyon változatos a... És ti fogjátok elbírálni majd? Majd lesz egy zsűri, aki ezt bírálja, nem biztos. Mit nyernek a legötletesebb jelmezbe bújó gyerekek? Többféle csomagot állítottunk össze, titok, nem árulnám el, legyen meglepetés. Szokásos minőségű forradbor készül itt, és ha igen, akkor mi van benne? Abszolút a saját receptem alapján készül a forradbor, ahogy szoktam csinálni már ezt évek óta, és hát a recept az titkos természetesen. De pánik azért van benne, ennyi elárulható. Aki kér, annak van, igen.